Megtartotta szalagavató ünnepségét a Dériné Kulturális Központban a KSC Varró István szakgimnáziuma szakközépiskolája 70 végzős diákja. A végzősök 7 szakmacsoportban tanulnak. Az iskolavezetés nevében Szabó István igazgató arra kérte a végzősöket, mutassanak példát az alsóbb éveseknek, szüleiknek, tanáraiknak. Lassan elhagyjátok a Varrót, azt az iskolát, amely az eltelt 50 év alatt rengeteg jó szakembert, és ami legalább ilyen fontos, jó embert indultól tudnak falai közül. Történelmi mértékekhez viszonyítva az 50 év nem túl hosszú egy intézmény életében, számunkra mégis jelentős időszak, mert ide kötődik életünk egy-egy darabkája. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan tanítványokat tudtunk a nagybetűs illetve útjukra bocsátani, aki később akár a szakmájuk művelőjeként, akár a művészet területén, vagy a gazdasági élet, közélet szereplőjeként sikeres emberekké váltak. Vagy éppen visszatértek az iskolákba, hogy már pedagógusként továbbadhassák tudásukat. De ugyanígy büszkék vagyunk azokra a diákjainkra is, akik jó anyaként, apaként gondoskodnak a családjuk boldogulásáról. És büszkék vagyunk arra, hogy az eltelt fél évszázad alatt generációk nőttek fel az iskola falai között, és mára már sokunk gyermekét és unokáját is iskolát tanulójaként üdvözölhetjük. Kedves végzős tanulók! Hiszem, hogy közületek is sokan sikeres életüket elő tárgyak, és tudom, majd rátok is büszkék lehetünk. De itt mindannyian tudjuk, ahhoz, hogy az az életünk milyen lesz, ahhoz nem elég az iskola, ahhoz ti is kelletek. Remélem, hogy mindenki jól sáfárkodik majd saját adottságaival, és képes lesz megtalálni a lehetőségei és az álmai közötti összhangot. Ehhez egy költői jó tanács. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember legyen. A felnőtté válás meghatározó állomás a középiskolában eltöltött időszak, melyben még a gyermek minden elsőbb lendülete vív harcot a többnyire egyetemes értékeket közvetítő pedagógussal, iskolai követelményekkel. Ebben a gyönyörű ellentmondásokból sem mentes csatában bontakoznak ki a szemnél szebb nehézségekről sem mentes életpályai gyökerei, változik személyiségetek, a világról alkotott képetek. Higgyétek el, amikor rátok nézünk, már nem a visszahúzódó, vagy éppen harsány, vagánynak látszó 9-es tanulót látjuk, hanem egy érettebb, higgadtabb, fiatal felnőttet, aki lehet, hogy még menőnek, vagy vagánynak akar látszani, de talán ehhez az eszközöket, az utat már másként válaszza ki. Tegyetek meg mindent, hogy szüleitek, tanáraitok is büszkék lehessenek rátok, és ne csak a vizsgákon, hanem az életben is, kívánta az intézményvezető, majd a szalagtűzés után szüleik és tanáraik előtt szalagavatói táncokat láthatunk a végzősöktől. 7 osztály volt itt a szalagavatón, és 70 személy volt itt, aki a szalagavatón részt vett különböző táncokkal és különböző előadásokkal. Az iskola nevébe is mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az iskolában 7 szakmacsoport van, vannak különböző szakmák, gépi forgácsoló, CNC, eladó, illetve fűtésszerelő, emellett van még gázszerelő, szobafestő. A mi osztályunk kivételesen nem táncolt, mi nagy erőkkel szurkoltunk a többieknek, és nagyon nagy támogatást igyekeztünk nyújtani nekik. Úgy láttam, hogy sikerült, mert nagyon sikeresek voltak, szóval elégedettek vagyunk. Én abszolút nagyon büszke vagyok, akárhogy tekintem, ez az életemnek egy nagyon-nagyon robosztus pontja, és innestől kezdve azt érzem, hogy talán fel kell, hogy nőjek, és talán ez a kitűzőhöz is elég éretnek kell majd lennem. Számomra ez egy szimbólum, ami azt jelenti, hogy vége a mókás korszaknak, és kezdődik a férfi élet. A táncokat Vasné Szűcs Edit táncpedagógus tanította be.